Egy sajtótájékoztató részeként számoltak be a társaságot érintő 7 milliárd forintos beruházás részleteiről a Dunacell Dunaújvárosi Cellulózgyár Kft. Vezetői. Mint az elhangzott, a fejlesztéseknek köszönhetően a félkész termelés mintegy 70%-át késztermékként dolgozza majd fel a helyben működő cégcsoport Dunaújvárosi bázisa. A tájékoztatón felszólalók sorát Széles Szilárd ügyvezető igazgató nyitotta. Most újra egy fordulóponthoz érkeztünk. Ennek a beruházásnak a keretében egy olyan lépést teszünk előre, ami biztosítja a cégünknek a további sikeres jövőjét. Eddig félkészterméket gyártottunk itt Magyarországon, és a németországi gyárban került feldolgozásra a termékünknek a 100%-a, és most olyan technológiatranszfert hajtunk végre, amivel itt fogjuk előállítani a készterméket. Az évek során a gyár munkatársai nagyfokú szakmai rátermettségről és felkészültségről tettek tanúbizonyságot, így helyesen döntöttek a további befektetés és a partner kapcsolat megerősítése mellett. Fogalmazott József Otto Rettenmeier. A kezdetekben beszállító ügyfélkapcsolatunk volt a Dunacell Dunaújvárosi Cellulózgyár Kft.-vel. 2010-ben aztán új alapokra helyeztük az együttműködésünket, figyelembe véve a cég által biztosított kiváló munkaerő szakértelmét, valamint a biztos magyar gazdasági és agrikulturális hátteret. Ezzel a befektetéssel kiváló döntést hoztunk. Dr. Mészáros Lajos a Szent Pantaleon Kórház képviseletében a támogatásukról biztosította a Dunacell Dunaújvárosi Cellulózgyár Kft. Munkatársait. A Szent Pantaleon Kórház megyei méretű és széles szakmai struktúrájú intézmény. Felkészültünk az ellátási terület ipari és közlekedési adottságaiból fakadó különleges ellátási igény kielégítésére. Állunk rendelkezésére a Dunacell Dunaújvárosi Cellulózgyár munkavállalói számára is, az egészségmegőrzés, gyógyítás, rehabilitáció területén. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hangsúlyozta, a koronavírus járvány megmutatta, egy nemzet számára kiemelten fontos, hogy önálló és erős élelmiszeriparral rendelkezzen. És azt hiszem, hogy ha addig kérdés volt, akkor most már nem az, hogy egy ország erejét nagymértékben befolyásolja az, hogy van-e erős nemzeti alapon álló élelmiszeripara. És az élelmiszeripar működése és az élelmiszerekkel való önellátás képessége azt hiszem, hogy most már mindenki által belátható módon életfontosságú minden ország esetében. Tehát, hogy stratégiai ágazatként kell kezelni az élelmiszeripart, az nem lehet kérdés. A tájékoztatót követően Pintér Tamás polgármester elmondta, a településünk számára minden hasonló beruházás rendkívül fontos. Én azt gondolom, hogy mindenféle beruházást abszolút mértékben támogatnia kell városunknak, hiszen azzal munkahelyeket teremtünk, és ezáltal egyébként a gazdasági folyamatokat is gerjesszük. Szokták azt mondani, hol munka van, ott minden van, és azon az állásponton vagyok, és városunk egyik legnagyobb cégének, a Dunacellnek lehetünk itt ma napon az átadó Jánnak tanúi. Én azt gondolom, hogy ez egy tényleg rendkívül fontos esemény, és a cégnek az élete, a múltja is, az már összefonódott a városunk múltjával, hiszen egy nagyon régóta itt lévő cégről beszélhetünk. A városlakók és a környékbeliek számára fontos eseményről készült írásos összefoglalót és képgalériát a Dunaújváros online-on tekinthetik meg az érdeklődők.